Sziasztok, Dóri vagyok, és a mai videóban szeretném nektek megmutatni azokat a könyveket, amiket januárban olvastam. Igen, igen, sajnos nem nyelvbotlás volt, még mindig a januári olvasmányoknál járunk, és az elkövetkezendő időszak sem lesz sokkal eseménytelenebb, és a nap, hogy így fogalmazzak, hiszen jön a tavasz, amikor fixen minden szabadidőmet nagyjából a kertben töltöm, és csak a, a kávé mellé szoktam igazából olvasgatni, bár most éppen Jemisinnek olvasom a Megtört Föld trilógiáját, és ez abszolút kicsit túltolja ezeket a kávézós időszakokat, tudjátok, amikor nem elég 10 perc arra, hogy megkávézzem az ekkor a csészénből, hanem valamiért szükségem van egy olyan 3 4 órára ehhez, viszont így a napi olvasási idő közelít az olyan másfél két órához körülbelül, ami alatt azért elég jókat lehet haladni, de most egy kicsit térjünk még vissza a télbe, hiába Hiába tavaszodunk, tényleg és virágzik minden, és gyönyörű lesz a kert szerintem napokon belül. De lássuk, milyen könyveket olvastam januárban. Kezdjük is egy nagyon-nagyon téli olvasmánnyal, a téli berekkel, Fekete Istvántól, ami ugye műfajszédelgős könyvklubos könyv volt, és ugyanúgy szerettem, mint a Tüskevárat, ami számomra még mindig egy befogadhatatlan információ és élmény volt róla egy hosszú kibeszélő azokkal akikkel a tüskevárat is alaposan egybeszéltük, és nagyon-nagyon jól éreztem magam közben, mert egy igazi, komfortos közeget sikerült szerintem teremtenünk ezekkel az emberekkel, és nagyon kíváncsi voltam én arra, hogy a, a nyári nyüzsgő tüskevári életet hogy lehet -e úgy átültetni egy téli beregbe, hogy még mindig izgalmas tudjon maradni, és hogy, hogy eseményt túl tudjon maradni? És nagyon-nagyon féltem attól, hogy ebben a téli lelassult világban nem fogom élvezni a bereket. És nem is gondolhattam volna ezt rosszabbul, mert egészen más dolgokkal kell szembenéznie, tutajosnak és bütyöknek, egészen más leckéket tanít nekik Matula bácsi, és talán ő is tanul egy picit a fiúktól ezt-azt. Nagyon kedves volt ez a könyv, ugyanakkor borzasztó kegyetlen is volt ez a könyv, és láttátok már millió meg egy videóban mennyi Fekete istenkönyvet könyvet vettem meg azóta, amiket minden bizonyal el is fogok majd olvasni, de talán egy kicsit mindig is a Tűskevár és a téliberek maradnak majd a, a szívem csücskei, mert tényleg olyan emberekkel olvashattam együtt, akik hatalmas extrát adtak nekem ehhez az olvasási élményhez. Annyira rám talán nem jellemző, hogy non fiction -öket olvasok, januárban mégis becsúszott kettő is, illetve az egyik az egy ilyen sőt, nem is az egyik, mind a kettő egy egészen hosszatartó olvasás volt. Az első rögtön Matthew McConaughey-től a zöld lámpa, amit én Anditól kaptam, és nagyon-nagyon kíváncsi volt, mert a könyvre bődületes hype volt körülötte, és nagyon tetszett a felépítése, és picit már próbálok olyan helyre belelapozni, ahol ez látszik is. Ugye vannak ilyen kis feljegyzések, vannak fotók meg uh, McConaughey életéből, és hát gyakorlatilag arról szól, hogy ő hogy találta meg a saját útját, hogy kezdett el színészkedni, mennyire volt fontos az ő céltudatossága, az ő hát rafináltsága, ami nagyon-nagyon sok helyen ütközik az én etikámmal és erkölcsi elveimmel, így nem mondom, hogy szimpatikusabb lett a színész, mint amit eddig gondoltam róla, sőt, helyenként nagyon-nagyon zavart az ő jelleme, de hát emberek vagyunk, sokszínűek vagyunk, nem akarok én itt elítélni senkit igazából, de az biztos, hogy ha mi egy közösségbe kerültünk volna valamilyen úton, módon, nem kedveltem volna ezt az embert, mert nekem ő már a nagy képűség határán mozog, amit nem szeretek. És nagyon sokszor olyan, olyan Hát életbölcsességeket vagy életigasságokat írt le, ami számomra egyáltalán nem volt újdonság, helyenként kicsit elcsépeltnek is éreztem. Kevesebb a mélysége ennek a könyvnek, mint amit én szerettem volna látni tőle. Igazából itt tudom talán leginkább megfogalmazni, hogy mit éreztem ennek az olvasása során. Egészen hosszan elhúzódott, mert testünként olvasgattam belőle pár oldalakat igazából, de nagyobb mennyiségben nem is nagyon tudtam befogadni, és nem azért, mert száraz, mert egyébként borzasztóan olvasmányos, hanem mert sokkal kevésbé mozgatott meg Matthew McCannahy élete, mint gondoltam, hogy megfog. Attól függetlenül, hogy én mit éreztem olvasás közben, azt gondolom, hogy a 21. század kiadó egy nagyon jó munkát végzett ennek a könyvnek a külcsínyével, és azzal is, ahogy, ahogy tényleg mutogattam, hogy, hogy, belül hogy néz ki. De én nagyon szeretem rajta ezt a védőborítót is, ahogy itt alatta megjelennek a mindhárom zöld lámpa, amikor ezerrel neki kell udulnunk az élet bizonyos területeinek, vagy bizonyos kihívásoknak, de nem lett életem könyve, mert jön ne kell és ha már elmondtam, mi volt az első non-fiction a hónapban, akkor nem igazából raknám a hátuljára ennek a könyvkupacnak a másik non amit olvastam, ami Michelle obama volt, az Így Lettem. Ha McConaughey könyve nem gyakorolt rám mély hatást, akkor ezzel ellenpúlusban tökéletesen beállíthatom a Michelle Obama könyvét, ami viszont nagyon-nagyon tetszett. Még akkor is, hogyha talán ezt valamikor még az ősszel kezdtem el egyébként olvasni, és könyvtári könyv volt, és vissza kellett már vinnem a könyvtárba, így nagyjából a felénél ott hagytam, voltak már addig is ilyen kicsit ilyen hullámvölgyes, kicsit számomra unalmasabb részek a könyvben, de de tudtam, hogy én, hogy én ezt szeretném végigolvasni, ezért januárban újra kihoztam a könyvtárból, és abszolút fénysebességgel értem a végére, mert valahogy a második fele még sokkal, sokkal izgalmasabb volt. Pedig én nem gondoltam volna, hogy akár a politikai részek meg tudnak benne mozgatni, akár azok a karrier részek, amiről Michelle Obama mesél a könyv során de nagyon-nagyon izgalmas bepillantni a kulisszák mögé, hogy azért az ő életük sem volt fenékig tejfel, mennyi konfliktust szült Barack Obama a politikai pályája az ő életükben, és hogy mennyi nagy-nagy beszélgetése volt ahhoz szükség, hogy ez az egész politikai karrier, ami folyamatosan felfelé ívelt gyakorlatilag Barack Obama életében elérhessen a csúcsa is két, um, időszakot, nem tudom most én hirtelen ennek mi a neve, tehát hogy két időszakot is tudjon az elnöki székben tölteni. Nekem nagyon tetszett ez a könyv, és az, azóta nagyon szeretném megszerezni, vagy legalább könyvtárból kihoz, kihozni Michelle Obama másik, másik könyvét is, aminek most hirtelen nem jut eszembe a, a magyar címére, talán ez angol valahogy úgy hangzik, hogy The Light We Carry. És én nagyon szeretem az ő stílusát, meg mint karakter is nagyon szimpatikus, és nekem egy nagyon meghatározó élmény volt, amikor láttam a Carpool karaoke on azt a részét, amikor Michelle Obama James Gordon-nel furikázik, és ez szerintem zseniális volt, nagyon jól megmutatta, hogy ő mennyire közvetlen, mennyire a szívén viseli akár az oktatási rendszernek a sorsát, akár a a diverzitásnak a sorsát. Szerintem egy zseniális nőről van szó. Ezzelre várom, hogy a másik könyvét is elolvashassam majd. Volt még egy típusú duplázásom a hónapban, ami nem volt más, mint Jon Kálmán Stefánzon, és elolvastam végre tőle a Mennyis trilógia első részét, valamint ugye a csillagok sercegését, amit Tamarával, Tündével, kivel és Esztivel olvastunk el. Nem is tudom hirtelen, mely könyvvel indítsak, de talán akkor legyen ez a, a csillagos sercegése, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg, és recenzióban megkaptuk, amit nagyon-nagyon köszönök nekik ezúton is. Stefánzon abszolút nem okozott semmiféle csalódást ezzel a könyvével sem, mert ugyanazt a lírai nyelvezetet kaptam meg tőlem, mint az eddigiekben, amit olvastam, ugye a nyári fény aztán leszáll az éjben, illetve eddigre már elolvastam a mennyis is is, és hasonló tapasztaltam. Annál a szövegnél is nagyon komplex ez a könyv, ugyanakkor töredékekből áll, és egy kicsit helyenként nehéz követni, hogy kikinek a kicsodája, mert összességében azért vékony és mégis rengeteg-rengeteg történetet ismerhetünk meg benne. És volt egy pont, amikor én még a relatív az elején jártam, és a többiek már a beszélgetésben, ami ilyenkor ugye zajlik online, csak nem, nem előttetek, akkor mondták, hogy hát, de akkor most XY az kicsoda pontosan, mert hogy ők most már összezavarodtak, és én néztem, hogy de hát én, én ezt értem, tehát nagyon menő vagyok nekem, minden egyértelmű, és kb. lapoztam kettőt, és így a fejem tetejére álltam, hogy ö, oké, elvesztettem a fonalat, nem kell lacoskodni, mert nem értek semmit. Na jó, azért ez túlzás. De nagyon könnyen össze lehetett benne zavarodni, és eddig minden könyvénél azt tapasztaltam Stefánzonnak, hogy jó lenne egy kis jegyzetelést beiktatni a könyvei olvasása során, és még mindig nem tettem meg, pedig most már három könyvet olvastam tőle, de hát ez sémon mi. Ideje, nagyon-nagyon ideje lenne ilyenkor cetlit meg meg tollat előkeríteni, mert tényleg elég húszák akár a családi kapcsolatok is. Például ebben a kötetben, ha rengeteg olyan gondolatot hoz fel benne, ami, ami nagyon mélyen érint, akár tényleg a, a családi dinamikában, akár az elmúlással kapcsolatban volt egy olyan rész, amit utána le kellett raknom. És szerintem ebben cetliztem is egészen sokat, mert amikor könyvklubos könyveket olvasok, szeretek cetlizni mert, aha, igen, megint úgy jártam, hogy az elején, nézzetek, van, amikor itt, itt van cetli, aztán itt is van cetli, meg itt is van cetli, és aztán annyira belefeledkezek a könyvbe, hogy eltűnnek a cetlizések. És ez valahol szerintem zseniális, hogy annyira be tud húzni egy könyv, hogy már arról is elfeledkezel, hogy valami nagyon tetszik, mert az egész nagyon-nagyon tetszik. És akkor itt van a Mennyi és Pokol trilógia első része, ami szerintem Fantasztikusan szép kívülről is, és belülről is. Én úgy emlékszem, hogy ebben is elkezdtem cetlizgetni, de most itt nem találok benne semmit. Akkor lehet, hogy ebben nem cetliztem, de minden esetre volt itt is olyan rész, amikor a halálról beszél, amikor azt mondtam, hogy jó, ezt most lerakjuk és nem is nyúltam hozzá szerintem egy-két napig, mert annyira szuggesztíven, líraian, és, a magvát tudja megfogni ezeknek a dolgoknak, hogy fizikai fájdalmat tud okozni bizonyos leírásokban, amit nem tudom, hogy a fenébe csinál, de nagyon jól csinálja. És nálam Bakman is el tudja például ugye azt érni, hogy ha nem is konkrétan bőgek végig egy könyvet első az utolsóig, de nagyon heves érzelmeket vált ki belőlem, ugyanúgy megteszi ezt Stefánzon is, csak két őrületesen különböző stílusban teszik ők ezt, mert amíg Bakman tud nagyon-nagyon vicces lenni, és hihetetlenül szórakoztatóan írni, addig Stefánzon egy olyan érzelmi hullámvasútra ültet fel, ahol javarészt lent vagy. De mégis úgy érzed, hogy, hogy így, így utazol, mert olyan érzelmi katarzisok történnek a könyvei olvasása során, hogy nagyon nehéz, hogy nagyon nehezemre ő esne őt nem szeretni. És nem is akarom őt nem szeretni, mert, mert szerintem zseniális. Azóta egyébként már szerintem megvan minden könyve, ami megjelent magyarul, és folyamatosan szeretném őket olvasgatni. Egy kicsit sajnálom azt, hogy a második és harmadik rész nem került sorra most nekem télen, mert egy nagyon hideg, zord időjárásban járunk a mennyis pokol során, de valószínűleg nem fog érdekelni, hogy tavaszon is elolvasom. Legalábbis nem szeretném, hogy az első könyv teljes mértében elhalványuljon, mielőtt a kettőt-hármat kézbe veszem, mert az olyan igen, tehát hogy azért is fogalmazok, hogy elhalványuljon, mert hiába van az, hogy nagyon-nagyon erős hatással bír Rám Stefánzon lírája, vagy líraisága, mégis nehéz megfogni, hogy egészen pontosan miről is szólnak a könyvei, mert nem a történetet élem és élvezem olvasás során, hanem érzések tömkelege rohan meg. És ezek az érzések egy kicsit könnyebben elhalványulnak, mint hogyha mondjuk egy nagyon komplex történetet kapnék és én ezért, ezért a, az érzelmi túltengésért imádom Stefanzont. A következő olvasásnak nagyon-nagyon örülök, mert volt végre megint egy agonjevű regény olvasáson, ez nem volt más, mint Kazui Shigurótól a Clara and the Sun. És ez egy jó kis vaskos könyvnek tűnik, de egyébként összességében nagyon-nagyon jól lehetett vele haladni, és korábban én olvastam tőle a Napok Romjait, ami a végével nagyon megütött, a Clara and the Sun nem volt számomra ennyire katartikus, de nagyon érdekes volt a témája, hogy olyan mesterséges intelligenciák léteznek ebben a világban, akiket gyerekek mellé játszó pajtásnak lehet megvásárolni. És Clara egy ilyen mesterséges intelligencia egy kislány bőrében, aki egy különféle betegségekbe be, kibejáró kislánynak lesz a hátbarátja barátja, kvázi. Természetesen ettől sokkal komplexebb lesz a történet, meg tudjuk, hogy pontosan mi ez a betegség, miért, következ, miért következhetett be, és nagyon kegyetlen világba, világban találjuk magunkat hirtelen egyik pillanatról a másikra, és nem tudom, hogy magyarul mennyire lett volna más élmény, de angolul egy abszolút flow élménybe került, amikor elkezdtem olvasni, de összességében továbbra is tartom azt, hogy szerintem a napok romjai jobb könyv volt tőle, pedig tudjátok, mennyire szeretem a science fiction vonalat, valahogy ez még sem tudott felültetni arra a bizonyos vonatra, amit ilyenkor nagyon szeretek. A következő könyvecske egy nagyon, nagyon kis vékony, kötet, ami Mario Börtől a felnőtt emberek, és most nézem, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy a fordító neve szerepel a borítón, Papvera Ágnes és a Szkolár jelentette meg ezt a könyvet, még azt hiszem, hogy az őszi könyves eseményen vettem meg Pesten, és volt alkalmam dedikáltatni a szerzővel, amit gyorsan meg is mutatok nektek. Így, -ni. És nagyon-nagyon Mély benyomást tett rám az a beszélgetés, ami az írónővel történt, akkor még nem volt meg nekem ez a könyv, és a birtől meg, hogy melyiket javasolják nekem, melyiket vegyem meg az írónőtől, azt mondták, hogy ez, ez egy nagyon kemény és erős kezdés lehet tőle, amivel nem is tudnék jobban egyetérteni. Tipikusan ismét egy olyan könyv, ahol nem kell szimpatizálnunk a főszereplővel, mert nagyon nehéz is vele szimpatizálni, nem egy kimondottan jó ember a főszereplőnk, Ida, viszont valós és nagyon kegyetlen problémákkal küzd, mint a, az időmúlása, a gyermekvállalásra való biológiai képessége nőként, illetve a családban lévő, hát nem alá fölé rendelt viszony, hanem inkább úgy fogalmaznék, hogy egy olyan testvéri kapcsolat, ami nem kimondottan egészséges, és erről nem feltétlenül a két testvér tehet, hanem sokkal inkább az édesanyjuk, aki nem kezelte őket egyformán. És ez egy nagyon erős történet ilyen szempontból, mert megláthatjuk azt, hogy hiába, hiába szeretnének ők például jó testvérek lenni, egyszerűen ez gyakorlatilag képtelenség, hogyha folyamatosan egy adott Um, Egyedül testvér van favorizálva, vagy legalábbis a másik úgy érzi, hogy, hogy ő, ő alul marad a másikkal szemben, és nem kap annyi és olyan pozitív visszajelzést, mint amire neki szüksége lenne az életben. Erre rengeteg nagyon erőteljes szakasz épül a könyvben voltak olyanok, amik nagyon erőteljesen megtépázták a lelkemet ezzel kapcsolatban, így összességében ez egy nagyon-nagyon érdekes olvasmány volt, még akkor is, hogyha a főszereplőnk, tehát ide a cselekedeteitől néha nagyon szerettem volna elfordulni. Néha oda kell néznünk, akkor is, hogyha ha fáj, és akkor is, hogyha nem tetszik, amit a másik művel, mert ez a könyv ettől lett nagyon-nagyon hiteles. Olvastam egy Filip könyvet is a hónapban, ami a, a Kamu RT. Nem tudom, hogy mennyit mutogattam már nektek, de egészen sok Filip Kédik könyvem van itthon, aminek úgy a 20%-át olvastam eddig szerintem, de nagyon szeretem ezeket az elgevés kiadásokat, és ezt most nem azért mondtam, mert recenzióba kaptam, mert egyébként abba kaptam, is nagyon szépen köszönöm, hanem mert tényleg nagyon-nagyon tetszenek ezek a borítók, nagyon sokat mondóak, és szeretem, ahogy a hátulján mindig van egy olyan külnábra, amiből ha következtetni nem is tudsz arra, hogy mi lesz a történet, de vannak ilyen apró kis utalások, amik a könyvolvasása során abszolút egyértelmet fognak majd nyerni. Philip Kédik eddigi könyveihez képest én a Kamu RT-t egy kicsit gyengébbnek éreztem őszintén szólva, és valahogy nehezebben lavíroztam azokban a szálakban, amiket Philip Kédik kihúz a történet folyamán. Amúgy sem gondolom, hogy Philip Kédiket olvasni éppen könnyű vállalkozás lenne, de valahogy a Kamu rt nem éreztem azt a kohéziót, amit a többi könyvénél azért szoktam, hogy van valami nagy egész, ami mégiscsak összefogja ezt az egészet. Kicsit nálam szétcsúsztak itt az események és a különböző lokációk, amiken jártunk, ennek ellenére voltak benne nagyon jó részek, voltak benne olyan részek, amiket bejelölgettem magamnak. Az egyik kedvenc nem az volt, hogy ugye a mai világban a, a paranoia az nem 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 probléma, hanem elvárás, gyakorlatilag ez volt a, a lényege, és erről valamiért Orwell 1984-e jutott eszembe, még akkor is, hogyha nem igazán erről azt szól az a könyv, mert gyakorlatilag itt egy túlnépesedett világban járunk, és van egy olyan vállalkozás, ami elméletileg egy újabb bolygóra telepíti azokat az embereket, akik hajlandóak elhagyni a túlnépesedett földünket, Viszont az a feltétel, hogyha egyszer elmennek innen, akkor soha többé nem jöhetnek vissza. És összességében ezért szeretem nagyon, még mindig nagyon, túl sokan nagyon, szóval ezért szeretem nagyon Kídiket továbbra is, mert van, hogy nekem nem működik, a szövege, ez a lazában összefonódó szövege, és helyenként úgy érzem, hogy ő tökéletesen értette, hogy mit akar írni, sőt, biztos vagyok benne, hogy tökéletesen tudja, mit akar írni, de az olvasó egy kicsit um, segítség hiányában el, elkeveredik. Ennek ellenére annyira izgalmas ötletei voltak mindig is, és annyira szeretem a könyveinek a témáját és a probléma felvetéseit, hogy a kicsit gyengébb, szakaszok sem fognak eltántarítani attól, hogy egyszer végigolvassam az ő életművét, és egyébként, spoiler, februárban is olvastam egy Philip K. könyvet, nem mondom, hogy ezt most be akarom vezetni, mint... Um, mint havi gyakorlat, hogy minden hónapban olvasok tőle valamit, de jó lenne, hogyha egy kicsit megszaporáznám az olvasásokat, mert például olyan szívesen tovább, vagy nem tőle az álmodnak az androidok elektronikus bárányokkal, öm, illetve a, az Emlékmest is nagyon-nagyon szeretném már elolvasni, a Pal um, Palmer Eldrich uh, Stigmáit is nagyon szeretném olvasni, szóval rengeteg-rengeteg olyan van, ami tényleg meg is van, sőt a kamera homályosan, úristen, azt már nagyon régóta szeretném elolvasni. És ezek mind-mind megvannak, egyszerűen csak az az eset áll fent, hogy túl sok könyv, túl kevés idő. A hónap utolsó olvasása pedig egy mesekönyv volt. Igen, ezt nagyon-nagyon ritkán hallhatjátok tőlem, de most becsúszott egy mesekönyv is, amit már nagyon-nagyon régóta igazából el kellett volna olvasnom, mert ez is egy recenziós példány volt. Kicsit kiszortam a recenziókat így januárban, nem is húzom az időt, ez a Magyar Mesék Lázadó Lányoknak a Mórától, aminek nekem nagyon-nagyon tetszik, ez a népmesei motivumos borítója, de mégis van benne egy, egy modernebb lazosság is, amit amit rátettek, és ugye ez egy kicsit az esti mesék lázadó lányoknak stílusára, illetve felépítésére hajaz, amit szintén olvastam, de nem tudom, hogy azért van-e, mert hazahúz a szívem, vagy, vagy, vagy mert tényleg így gondolom, ez kicsit ilyenkor nehéz megmondani, de nekem ez egy picit jobban tetszett, és ennek az az oka, nem is egyszerűséggel, hogy sokkal több időt tölthetünk egy-egy karakterrel, mert amíg az esti mesék lázadó nál egy oldal, egy kép, nem tudja, egy oldal szöveg, egy oldal képet kapunk, itt nagyjából négy oldal jut egy-egy szereplőre, és nagyon tetszenek benne egyébként a grafikák, szerintem nagyon szépen sikerültek, és voltak benne azért, ez egyik kedvencem, az zseniális. Voltak benne olyanok, akiket egyébként én nem ismertem, és nagyon cuki, mert a hátoldalára beírhatom, hogy ki az én hősnöm. És le is rajzoltam amit szerintem senki nem szeretne látni, mert pácik embernél megragadtam, azt szoktam erről mesélni, hogy óvodában nagyon szépen rajzoltam, általános iskola elsőben. Nagyon szépen rajzoltam, csak az, hogy azon a szinten maradtam. Tehát ezt ugye tudjátok nagyjából képzelni, hogy, hogy uh, akkor ez hogy is nézhet ki. Több magyar írónő vállalt szerepet ennek a könyvnek az elkészültében, és azt szeretném nektek megkeresni pontosan kik ők. Kis Uli Tegnes, Krisztina, Rita Szabó a Mesterházi Mónika, illetve még van egy oldal, mit uh, Mikjel Uzsányi Mónika és Tóth Krisztina. De ennek megfelelően azért a mesék minősége is nagyon-nagyon szép. Igen, ha az előző minta is, még nagyon-nagyon gyönyörű uh, grafika és egészen ugye a modern korig eljutunk, tehát benne van uh, um, Hozlater Fanni is, ugye akit mosolyka néven ismerünk leginkább, illetve akit uh, ugye az előbb mutattam nektek, ő pedig uh, király Szilvia, aki egy 98-as születésű hölgy, és én nagyon-nagyon élveztem ennek az olvasását, mert csak azért is, mert szintén rengeteg ösztönzött arra, hogy utána nézek egy-egy szereplőnek ebből a könyvből, akik úgy szereplők, hogy a való életünkben is nagyon sokan még élnek közülük, és egyébként ennek hatására vettem is egy könyvet februárban, amit majd fogtok látni egy következő videóban valahol. Nagyon-nagyon um, örülök, hogy ez a könyv megszületett, és nagyon-nagyon remélem, hogy most már lesz egy ilyen tendencia, amikor elkezdjük elismerni azokat a nőket, akik rengeteget tettek a világunkért. És nem, nem, nem feltétlenül azt szeretném, hogy olyan könyvek jelenjenek meg, amiben csak nők vannak, hanem azt szeretném látni, hogy relatíve egy kiegyensúlyozott arányban mutogatjuk a női büszkeségeinket a férfi büszkeségeinkkel együtt, mert én, én, én nagyon szeretném, hogyha tényleg ebbe az irányba mennénk tovább, és nagyon szépen köszönöm a Mórának, hogy elindítottak valamit ezzel a könyvvel. Nos, hát ezek voltak a januári olvasmányaim, és összességében, mint ahogy szoktam is lenni, nagyon elégedett vagyok ezekkel a könyvekkel. Ugye a zöld lámpán kívül nem igazán volt olyan, ami nagyon mély repülés lett volna. A Clara and the Sun volt az, ami egy erős, Erős jó volt, a, a többi azért nagyon tetszett, illetve ugye még a Kamu RT, ami egy kicsit kilújtta a sorból, de összességében szerintem remekül sikerült kezdeni az évet az olvasásokkal, és nagyon sokat is olvastam. Hát e, így tovább. Hogyha olvastátok bármelyik könyvet azok közül, amiket itt mutattam nektek a videóban, akkor ne habozzatok megírni hozzászólásban, hogy nektek hogy tetszett. Tudjátok, mindig nagyon-nagyon szívesen beszélgetek veletek a komment szekcióban is. És hát akkor ennyi lettem volna mára, legyen további szép napotok is, hetetek, sziasztok!